Szép estét kívánok mindenkinek, én Mr. Steampunk vagyok, és ma Car Mechanic Simulatorról fogok játszani. Ahogy ígértem, heti egyszer szeretnék ebből live-ot készíteni. Nem túl akciódús játék, de nagyon jó kis autók vannak hozzá, illetve a Land Rover DLC, ha jól néztem, akkor már az is elérhető, akit érdekel így a játék ilyen szinten. Az első kocsi, amit így ma behoztam a garázsba, és meg szeretnék javítani, illetve megnézni, hogy ez ez nem más, mint a Bugatti AB 110-es SSD, és ez egy moddolt kocsi. Elnézést, pillanat. Elnézést, ki kellett tenni a kutyát a szobából, mert valami nem tetszett itt neki. Szóval, egy Bugatti. Hát elég érdekes kis kocsi. Ez alapértelme. Hú, egy V12-es MRN motor van benne. Na, hát ez elég jó lesz összerakni. Régen raktam már V12-est össze. Hát a mínusz 10 000. Most jelenleg a haszon rajta. Semmi extra a kocsi. Azt mondja, jó, nem volt kihegesztve semmi rajta. Hú, 9000-et mindjárt így megevett az elején. Az igen. Nem semmi. Jó, hát akkor le kéne egyből mosni a szerencsétlent, mert elég koszos. Na, milyen szín van itt alatta? Hát ilyen kékes-zöld keverék, ahogy elnézem. Motorháztető nincsen. Na, érdekes, ilyen kis légbeömlői vannak itt hátul. Hát, motora semmi extra. Azért a roncstelepi kocsikban nem igen van túl jó motor. Vagy legalábbis olyan, amiből túl sok alkatrészt ki lehetne szedni. Semmi, itt elő semmi. Lökhárító. Némi fényszóró. Hátsó ablak itt nincs. Oké, itt vannak olyan dolgok, amit a motorházból lehet elérni. Ezeket még jó volna kiszedni akkor, mielőtt megemelem. Nézem, hogy több semmit nincs olyan. Oké. Belseje az üres. Fel kéne emelni, és akkor szétkapni gyorsan az alját. Just for the thrill of it.
egy kis jó muzsika szerelés mellé. Na azt mondja, itt a túloldalt kéne még szétszedni. Még jól szétkaptam egy 10 kocsit így kéz alatt, úgyhogy alkatrész az lesz dögivel. Attól nem félek, hogy valamiből hiány lenne. From my lips before the summer, sidetracked 100 times. By then you were my lover. We stayed away so long, we lost track of time, losing ourselves in the drive. By the coast of Mexico, my comatose and a friend. Jó, hát a motorot az önindítót leszedem. Itt a házat kell még, aztán az jöhet ki egészben úgy, ahogy van. Ezt nem fogom javítgatni, majd kap egy vadi újat úgyis. Hát azért benézek, hát ha van valami jobb állapotban lévő, amit szét tudok szedni esetleg. De ugye ez fel lesz turbózva egy az egyben, hogy mindenből a legjobbat fogja kapni. Oké, na egyszer még le kéne engedni. Kell a kiemelő. Oké, ez csak a hátsó lökhárító. Na, azt kéne megnézni, hogy egyáltalán mi van erre. Azt mondja, itt a Bugatti. Na. Fényszórókból kétfajta, visszapillantókból kétfajta, ajtóból van itt. Ilyen szénszálas, sima fehér. Csomagtartó. Az igen, hát nem mondom azt, hogy valami túl nagy a kínálat, de mondjuk legyen akkor ez a szénszálas, ebből a B. Oké. Motorháztetőt azt még megnézem, hogy abból mi van. Csomagtartó B, csomagtartó obla. Azt mondja, autó alkatrész 1 és 2, hát legyen a 2-es. Megnézem. Oké. Visszapillantó az jöhet. Na, itt még van egyéb iránt, elég sok alkatrész, ami azt illeti. Semmi extra, na ebben nem fogunk javítani semmit akkor. Viszont ezekből kellene. Nem semmi három hűtőt belepakolni. Na,
Hoppá, ez mellé ment. Mindjárt itt a végére is érek. Tehát van itt kettő felni Bugattira. Azt is meg kéne csinálni, legalább annyit is spórolok rajta. Kéne csinálni egy ilyen teszt abroncsot, gumi abroncsot, hogy meg tudjam nézni a nagyjából a méreteket, hogy milyenek mehetnek majd esetlegesen egy másik helyére. Na szóval össze kéne akkor rakni nagyon gyorsan. Na jó kis szélvédő. Ó, hogy az nincs. Motorház tette, akkor veszünk azt is. Legyen egy jó kis szénszálas akkor az egész. Jót raktam ide? Pillanatra, mintha nem azt rakta ide, mint amit akartam, de rendben volt a dolog. Itt nincs, azt mondja, ez a baloldali. Ez jobb oldal, ez baloldal, de kell egy kis üveg. Na, elég, remélem valami jó kis festés is van hozzá. Hátsó lökhárító, abból kettő fajta van, hát nyilvánvalóan a B-t fogom rátenni, hogy legyen egyforma a szett. Na, nézni kéne akkor egy jó kis festést rá. Lássuk, olyan jó kis matrica kéne, ha van. Na, valami akad. Azt mondja, szuper sport, szénszálas az ajtó, úgyhogy nem fogja a festék. Kettő fajta van rajta, köszönöm szépen. Valami árnyalatot kéne majd itt kitalálni neki. Legyen ez a gyöngy, és ilyen, hát ilyen zöldes, kékes, akármilyen szín is ez, nem tudom. Ezt esetleg variálni. Lehet ilyen jó sötét az egész. Na, elég sok minden fog ide kelleni, ahogy látom. Oké,
Aksiban egy. Húha, no. Kéne megnézni, hogy a vásárló lista az elég hosszú, úgyhogy újat kezdek. Jaj, üzemanyag tartály C. Ez itt B. Oké. Ja, hűtő. Kell rá még ventilátor, hűtő is. B és C, akkor ezekből 4 darab fog kelleni mindegyikre. Viszont a... ebből meg egy van. Úgy kellene, hogy ventilátor, hűtőventilátor, vég. 4 darab. Szívül 4 darab. És ebből is 4 darab. Pillanatra itt hátul, amit fogok tudni, gyorsan. Itt meg hátul van a ventilátor rész. Ó, de másmilyen megy. Szuper, hát ide meg átkipus megy. Majd lesz legalább egy kis tartalék. Szóval ABS. Hoppá, na még ide alulra fog ilyen jönni, ez jó. Ott alja felől érhető ez el. Szuper. Ablakmosó, hűtőfolyadéktartó. Üzemanyag tartály. Rendben, azt mondja, hogy az elektronikába kell még bemenni. Motor vezérlő egység kell neki. Illetve azt mondja, A-ból kell neki egy, B-ből 4 és C-ből 3. Egy, 4, 3. Az arány. Egy. Három. Ez meg itten 1-2-2.
Hoppá, 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 nem. Egyel az elnéztem a dolgot. Kell még egy barna. Szuper, ez is készen van. Hát akkor fel kéne igazából emelni a kocsit. Egy gyors aksi csere, hogy legyen. Oké, gumipersek is elfogytak, itt a hátsó felfüggesztést akartam volna elkezdeni, illetve a hűtőből nincsen semmi, viszont ebből turbót fog kapni, kis hűtő, nagyon szép, megvettem példát, és nem vettem, most jó lesz, ebből turbót kapsz. Hiányos a készlet, ahogy látom, egy hangyányi. Oké, azt mondja, hogy gumi. Én egy kis gumi tersely. Egy 20 darab? Azt szerintem elég lesz. Illetve... meg egy 8 darabot. Na, előre be is volt készítve pár. Hát és még a fék tárcsákból is kaphatott volna turbót, de... most már azért nem fogom szétszedni. Majd a következő. Oké, ez itt ennyi volna. Oké. Look to the stars and do you think they tell us? Should we jump or is it too soon? Should we jump or is it too soon? Okay, I don't need keep language for us language chill up it too. Else rude to myself under the sun, yeah, under the sun. Azt mondom, hogy 4 darabot veszek, 4 darabot veszek ebből is a rugóból. És legyen még 2 raktárunk készen. Ez meg pont itt volt elő. És rosszat vettem volna. Ez még valószínű. Sárlót használni. Vagy a kis gumipersze is. Is
Egy szettet még tartalékba. Kerék az még odébb van egy picit. Na akkor már csak itt a lengi, a rugókat kéne akkor megcsinálni. Lehet a motrokat. Gyorsan. Hát ez meg is van. Ide már csak a kerekek kellenek, hát az majd az utolsó lesz. Kéne engedni, illetve a belsőt kéne még. Belsőt kéne még gyorsan megdekorálni. Kapsz egy ilyen kis zondás kormány. Milyen legyen az ülés. Egy ilyen jaguárosat. Ezt hogy fog benne mutatni? Ez nem lesz jó. Oké. Storno. Storno, ez nem jó, az tuti. Ezt majd máshol fogom meghagyni. Akkor inkább ilyen... De ez is jaguáros. Viszont ez már valamilyen magasabb. Szerintem ez jó lesz. Azaz, na. Oké. Okay. Jó, ez így megfelel. Oké, okay. A raktárat meg kéne nézni, hogy van-e V12-es. Azt mondja, hogy... V12-es... MRN. Hú, hát csak olyanok vannak. Az igen. Viszont összerakott semmi olyan nincs, úgyhogy akkor marad ez az egy, ami nálam van.
ez egy motor. V8-as OHVC. Itt van szerintem még múltkorról. Építgettem egy-két motorot. Hát fel szét kéne kapni. Hát van rajta azért valami. Úristen, ennek az elején jó sok alkatrészből fog összeállni. Aha, itt a vezetők, az XI vezetők. Ebből egyből meg is vehetem 4 darabot. Oké, vannak itt valahol rögzítők. Hát ha egy párat meg tudok javítani belőlük. Kötve hiszem, hogy használni fogom ezeket a vezérmű tengelyeket. Bár ha javítható egy sima védőben kettes, azért belerakom. El se hiszem, egy rögzítő, ami nem volt rózsdás. Azért valami tart. Ha, egyetlen egy rögzítő van itt is. Jó. Ezeket dugatjuk, ott kiszedem. Oké, okay. Na nézzük, mit lehet megjavítani. Elég sok mindent, viszont most csak a szükséges dolgok kellenek. Főtengely, az jöhet, maga a motor egy blokk. Itt volt még egy ilyen vezérmű fedél, annak az egyik része, most hirtelen csak őre volna szükségem. Kéne festeni a motorblokkot, ha már úgy van.
Régen festettem már olyat. Oké, nem. 82 oldalnyi alkatrész van itt, hát nem fogok most keresgélni őket. Nem fogok most motoros festegetni. Nem csak simán összerakom. Okay, a lent kerekünk van, nincs az se. Viszont abból ugye turbó kéne. Azt mondja a lent kerék. Ez már elég komoly motor lesz. Uha, ez nem ide. Szoktak ezek is akkor? Na, szuper. Na, egy 5 darab aktáron el fog férni. Mondja, 1, 2, 3, 4, most így nagy hirtelen, amire szükségem van. Viszont akkor veszek egy 12-t. De valószínűleg a szétszedni a motorokat, amiket tárolok, ugye, amiket kibeleztem a kocsikból, akkor még ott összejönne egy pár. Szűrő az jöhet. Hát kéne menni a turbó részlegre. Nem. Szóval generátor. Szervó. Üzemanyag pumpa. Üzemanyag. Dugattyú összekötő rúddal. Oké. Okay. 12 jó is lesz belőle. Kettőt veszek a gyertyákból is, és így nagy hirtelen. Egyelőre ez semmi, a nem a body kell, én nekem a motor. Oké, csak ilyen egyszerű cuccok vannak. Üzemanyagpumpát is. Amire nekem szükségem van, az ez a kis gatyúgyűrű. Gyorsan 12 darab. Oké, a hajtókar pedélből sincsen túl sok. Na, 12 darabig kibírja.
ellenkező irányba kéne fordítani. Oké, azt mondja, ez hengerfej B, ez meg hengerfej A. Kis turbó mindenből. Ezért, hogy tenge mind a négy egyforma. Ezért, hogy tenge, nem gond. Ilyen takaró jön ebből. Nincs. Ó, de hogy B is van, meg A. Akkor itt a dőt csinálunk, hogy... Érdekes volt, hogy nem akarta átírni. Akkor így automatán megtalálja. Igazából csak A betűt kellett átírni, de valahogy nem akart elfogadni a dolgot. Nem semmi. Ezem sincsen. Menjünk ott a turbo részlegre. És még itt lesz egy üzemanyag nyomócső, illetve két oldalt is.
huncutságok. Nem mondja, hogy jó cső, azon megvan. Folytószelep. Mi a gyertyákra is kell. Másik felére kéne még a folytó szelepet feltenni. Azt mondja A meg B. Szét kellett volna szedni azokat a V12-eseket. Szerintem lett volna rajta dögivel anyag. Nem baj, megmaradt későbbre. Semmiből nincsen itt plusz. Na, ebből az egyből. Gratulálok. But you've changed my mind in the car that summer night. Top down, driving with you. Concrete in the rearview. Just 100 miles to cross state lines. I won't let this moment go. We all, yeah. I so hang up, let it go. I got this feeling. Lipstick and it's killing me so awfully, but it hurts. Something about it hurts so good. I got the sickin' in my bloodstream, taking on my whole body, and it hurts. Something about it hurts so good. Ooh, ooh. If it's not you, I'm blind. Taking over my mind, yeah. Hurts so good. Abban nincsen turbó véletlen. Még jókor nézem meg, amikor már megvettem.
legyen belőled is még itt egy raktáron. Szívfeszítőből sose árt. Na, ez meg is van. Boxot kell még ugye rátenni. Önindító. Ez itt le nem maradjon, és meg is vagyunk akkor, ugye? Ha, így készen is van, akkor fel kell tölteni a rendszereket gyorsan. Ebben nem kell üzemanyag szivattyú. Oké, be kéne mászni még egyszer. Meg is lett. Nem is olyan rossz. Még majd valami jó fasza habroncsot kellene rárakni. És akkor jó is lesz. Utolsó. Az ablakmosó folyadék. Hogy fest eddig az autó? Na jó, az. Alkatrész. Karosszérja. Ja jó, még a felnék meg ezt. Hoppá, hoppá, hoppá. Az igen, na erre nem számítottam, hogy az ennyit fog hozni. 1 millió a Bugatti. Az igen. Hűha! Na, hát ebből dőlni fog a lóvé. Ebből még egy 3-4-et össze kéne akkor valahogy korbászolni. Aztán rendben is leszünk egyből. Elliket. Állapot szerint. Melyiket kéne rátenni? Ezeket itt nem. 12-eset nem.
Van itt egy ilyen 16-os, abból kettő, nem, három is van. 16-osból. Meg kéne azt nézni, ez a 16-19-es. Pillanatra. 16-os. Szóval megpróbálok valamit rá alkotni. Hát, ha inkább rakok vadi újakat. Nem fogok itt kombinálgatni ezekkel. Első, hátsó, zunda, huéra. Legyen ez a 17-es A felni. 4 darab. Legyen egy 20-as a méret. Nem akarok elállítani most a szélességén, az maradhat olyan, amilyen. És hát... Slick mi kéne ide. 4 darab, ez itt 20-as. Profil, na ez jó kérdés, hogy a profil az mekkora legyen. Várjunk, pedig valahol itt van a raktáron az a kerék is, ami rajta volt. Meg kéne nézni, melyik volt, 24-es felmi volt, azt hiszem rajta. Igen, 24-es felmi, az kellene. Nézem, hogy az a, mi a helyzet. Húha! Aha, picit itt módosítva, ez de 245-ös volt ugye az egész 40R. Szerintem én azt lejjebb veszem egy 30-ra mondjuk. Olyat kéne, hogy 4 darab, 20-as, az 30 a profil, és 245. Na, kíváncsi leszek, hogy mit sikerült alkotni. A 7-es A, miért vannak most egy picit dobálva? Ez egy furcsa egy picit, nem szokta így szétdobálni a felniket általában. Negyediket meg ide rakta a végére, hát köszi szépen. Lássuk akkor, hogy üdvözlöm a kedves nézőt.
Éppen hogy? Aha. Éppen hogy. Legalábbis hátul. Lássuk itt elő mi a helyzet. Aha, éppen hogy. Jó, meg kéne állítani akkor itt a dolgokat rajta. Kerekeket. Nem olyan vészes áll az égnek. Na, a pénzszóró se olyan rossz. Végre valahára egy viszonylag tűrhető állapot. Nézzük a vizsgapadon, hogy fog muzsikálni. Sikerült beindítani a motorot. Hát mi hiányzik belőled, barátom? Mondjad. Mondjad. Hát az aksi megvan, fékfolyadék megvan. Ezek itt megvannak. Fel van tankolva minden, ABS megvan. Na mit hagytam ki? Üzemanyag pumpa, hát még ha mutatnád, hogy hova tegyem, akkor nagyon örülnék. Az a baj, hogy nem igen mutatja, hogy itt van elő, bakker. Ezek szerint csak egy kell. Na, csuk le. Oké, mehet a menet. Nézzük így alapjáraton, mit mutat a gép. A 86%-os javulás, tuning, hát a 90%-ot nem érte el. Oké, bele kéne nézni a sebváltó, 5 darab, hát az söppet langyos. Azt mondja, hogy 3.17, szerintem ez amúgy simán kihozza. Az 500-at is. Kezdjen egyből így egy 100-ason. 150. 20, 88-as, legyen itt ez 400-as, 450, 470, feljebb egy picit, feljebb. Ezt is így. Nézzük, hogy ezzel a beállítással hogy fog menni.
Azt mondja, hogy tesztpálya. Ja, nem. Gyorsulási pálya. A műhely eset inkább. Az hosszabb azért. Egy végtelenített pálya. Na, belül amúgy még meg se néztem a kocsit. Látom, nem is nagyon tudok most forogni. Menni megy rendesen. Elég szépen vált. Hozza ki az 500-at. 465. 466. Akkor egy picit vissza is lehetne venni, mondjuk, de... A sebességváltót egy picit át lehetne állítani, nem kell akkor felnyomni 500-ig. De mondjuk, ha kapna az a V12-es egy kis tuningot, csillagokkal, na akkor megvonna az 500. Azt kihúzná szerintem, gond nélkül. Még egy rendszámtáblát gyorsan rá kéne csapni. Egy gyors fotót kéne lőni a gyűjteménybe. Valahogy így. Egy oldalról. Gyere ide kettes állásba. Miért adjak rád? Nem, mint a majd nagyon számítana. Nincs pont. Van egy S. Jó, adj egy 4 rendszám töblet ebből. Hoppá, nem. Csak hátulra kell egy. Erről semmi. 100% minden a kocsin. V12-es MRN motor. 87%-os tuning. Az igen. Na, ekkora számot sem kaptam még egyetlen kocsira eddig. Szóval a vásárlási ár 92.472, és az eladási ár 1.344.816, 1.252.344 a haszon rajta, Jézus Isten. Oké, egyelőre még téged itt hagylak. Kint mik vannak? Ez egy Lavettino. Csak így behoztam, hogy legyen némi pénzem. Ez meg egy DC.
kettő is van itt előled. Supercharger. Ez is Supercharger. Szerintem a parkolóm is. Alapkocsik. Akkor van, van itt egy Jaguar XJS. Egy Pagani Huayra. Még egy Jaguar A-Type. Kettő Nissan Fairlady Z. Porsche. Ezek DLC-sek voltak. Hát szerintem akkor ezt a Porsche-t én behozom, ez egy elég kis aranyos kocsi. D-Custom. Ez bent lesz a garázsban. Aha, ez picit meg van moddolva. Ez a Porsche. Nem baj. $2250-et elkirágetésért. Normális ez? Na gyere, lemoslak. Hű, milyen krómos szín van rajta. Valami off-roados cucc akarna lenni. Nagyon érdekesen néz ki a Verda, mit nem mondjak. Sok mindent nem lehet róla leszedni. Viszont lehet még rápakolni plusz cuccokat. Lehet kozmetikázni akkor. Itt nincs semmi a body tuningnál. Sima Porsche. Alkat részek vannak akkor csak. Elsősorban az üvegeket. Az eleje hiányzott, visszapillantók, az nem tudom, hogy megvannak-e. A pénzszórókat azt egyből megveszem. Rendben, motorháztető jöhet. Oké, bal eleje. Jobb első, bal első. Első lökhárító, az is jöhet. Az ajtókat, meg a visszapillantókat meg kell néznem, hogy ez mi a helyzet. Ahogy Porsche, Porsche, Porsche. Oké, egy visszapillantunk van, ajtók vannak. Ó, hogy erre nem is lehet ide oldalt rakni? Lökhárító? Mi az Isten van ezzel most? Nem adta be. Oda nézzük, akkor erre nem is lehet rakni. Na.
nem is oda nem volt rajta. Viszont akkor szerintem motorháztető se kéne rá. Vagy ez a bal visszapillantó. Érdekes. Nincs rá motorháztető, sem meg ahogy elnézem, hogy nem is volna jó rátenni, mert kibagolna itt a motor meg a többi cucc. Érdekes. Sőt, még az első kerék se ül amúgy. Pontosan a helyén. Ezért mintha el volna itt csúszó az egész. Érdekesen fest. Ezt le kéne festeni akkor valamilyen színre. Aztán a Turbo S. Na jó. Legyen ilyen gyöngyös, gyöngyszínű, szerintem jó is lesz. Jó kis vöröses. Érdekesen fog kinézni, mit nem mondjuk ez a Verda. So cute, she can't even handle it. Oh yeah, let's get romantic. Oh yeah, me and you can make magic. A rózsa lesz rajta, azt már most látom. So cute, she can't even handle it. Oh yeah, let's get romantic. Oh yeah, me and you can make magic. Oh yeah, I can throw with the candlestick. So cute, she can't even handle it. Okay, majd meg kell emelni a kocsit, ráadásul volna a legjobb akkor. Mondjuk akkor márne valami offroad kerék, ha már úgyis ilyen érdekesen néz ki. Kára nincsen rozsdamintás festés, azt hiszem az egyik Ford F100-ashoz, vagy a Ford F100-ashoz van egy olyan érdekes rozsdette festés minta, matrica konkrétan. Szerintem jól nézett volna ki azzal ez is, egy jó kis ilyen Mad Max-es beütése lett volna tőle. A listát azt törlöm, az itt már ne zavarjon engem.
hours a day. Copy and paste, always so fine. Heel to toe on a thin line. Put on a good show, swallow bad jokes. Stick to the cue, but funny spice. The fact we think we have to. Milyen fasz a kis összekötő rúd van, van itt neki. A kis Porsche. Valamit egyből tudok. Gyorsan meg kellene akkor egyből csinálni. Üzemanyag tartás van. Mehet vele a turbo. Ó, sőt, ebbe kettő megy. Hol a néz? De nem aprózták el a fiúk. Ami viszont el fog fogyni, az a gumipersely, ahogy látom. Aha, majd azt kell venni egyből. Nem. Oké, a fékek elfogytak, ahogy látom. Először is olyat csinálunk, hogy gumi. Na, egy 20 darabot megint. És itt vagyunk a fékek. A fékeknél. Hát egy 8 darabot szerintem megvehetek, vagy egy némi tartalék. Azok megvan, ez a fele megvan, itt hiányoznak még a tartók. Kerék az már jöhetne is ide. Még van pár cucc, amit majd intézni kell. Most itt az elejét kellene akkor szétkapni. Igazából hátulra mindent beraktam, amit lehetett. A többihez le kell úgyis engedni a kocsit. Miért nem tudsz arra fordulni, hogy nekem jó legyen? I've been waiting for the sun to come up with someone.
picit, sok itt a alkatrész, ahogy most látom. Kicsi őket egy picit. Hát még ezen a motoron sincs túl sok cucc. Ezekkel a gumipercségekkel csinálhatnának valamit, hogy ezeket mindig egyenként kell kiszedni. Meg belerakni, ezt megoldhatnák már végre. Na itt van még egy. Na nézzük, hogy... Na, valamit vissza tudok pakolni. Akkor gyerünk egyből. Rakjuk is vissza, amit vissza lehet. Itt van egy közepes hűtő. Stabilizátor rúd, azt mondja. Na itt az elejét is amúgy meg lehet elég szépen csinálni. Mondtam, hogy lesz itt annyi alkatrész, hogy nem fog kelleni javítgatni se, hát hogy. Egyet-kettőt. Kerék, agy, sapka, hát legyen még egy 4 darab tartalékon. Oké, a kerék az megvan, mehetünk akkor a másik oldalra. Vannak a gumipersejek, azokat is be kéne rakni. Javítani kell ezt a felső lengőkart, ebből már elfogytak a 100%-osak. Jó, a kerék az még nem kell ide egyenlőre. Le kell engedni. Hát elég el van itt az eleje csúszva egy picit. Jó, a motort az kiszeri egészben. Nekem kell az ABS pumpa, azt hiszem abból volt jó állapotú is, hoppá, nem raktam rá az egyik alkatrész. A másik felén lezártam, akkor aha, lezártam. Fék folyadék tartály, az van. Azt mondja, ide el kell neki. Elektronika.
dolgozunk azon. Azt mondja, hogy A-ból kell egy, B-ből kell négy, C-ből meg megint három. Egy, négy, három. Egy piros. Három piros, kettő barna. Ez is gyorsan kész lett, ahogy látom. Bármi, ami még itten kellhet. Kipufogó rendszert nem igen látok rajta. Mint olyan. Ugye, hogy ez itt lesz elő. Ó, na, most már minden világos így. Jó, hát igazából ki kéne kapni a motorot. Szervótart, szervófolyadék tartály. Hát ebből veszek egy 5 darabot. Jó, motorot kiadta. Jó, semmi olyan nem marad benne, amit nem kellene ott hagyni. Egy aksi van. A pár cuccot gyorsan meg kéne javítani. Na de ha lesz Bugatti még egy, sikerül majd szereznem még egyet, akkor az biztos, hogy teljesen fel fogom tuningolni. Úgy értem, hogy három csillagos lesz a komplett motor, meg az egész kocsi is. Hát kíváncsi vagy, hogy akkor mennyit fog hozni. Na, sikerült elrontani. Na, a hűtőt nem kellett volna viszont azért elcseszni. Ez érdekes lesz. Milyen motor megy ebbe egyáltalán? Ez a D-Custom. Hoppa, 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 hoppa. Na, a V8-asok. OHC turbo feltöltő. No, azt hiszem megvan, hogy mi fog belemenni. Akkor nagyon jó, nem mehet rá motorháztető. Hát akkor ezzel nagyon jól fog kinézni. Cucc. Hát lép egy picit, no. We have
Hűha, na mondjuk ezek a kipufogók, ezek érdekesen néznek ki. 14B. Kettő is fog kelleni. Hogy meglegyen az is, azt mondja, hogy még szűrő. Légszűrő ház, 14B-nek kéne a teteje. Rendben, a turbó azt mondja, hogy... Légszűrő, 14B, meg is van. Ütő fog kelleni. Abból már nincs egy se raktáron. Hűtő a sima. Oda néz, és egy kis ventilátor is kéne még rá. Mondja, hogy van ventilátor A. Oké, az meg is van akkor. Van itt az ablak folyadéktartály, hűtő folyadéktartály. Egyik, másik. Azt mondja, hátsó kipufogó dobb D, ez háromszor vagy hatszor fog kelleni. Szóval fel kell emelni akkor. Nagyon remélem, hogy ezt berakom, nem fog kelleni kiszedni őket, hogy majd engedni fogja a motorot ugye letenni, de igen, mert ott még van egy részenek. Aha, úgyhogy ezeket akkor simán ide lehet rakni. Igen, van itt még egy része a kipufogó rendszernek. Azt mondja, hogy kipufogó cső, ez mindig egyforma. Nagyon remélem, hogy kapható, kapható bizony, 6 darabot egyből be is rendelek. Ezeket még nem rakom fel. Jó. Nagyon jól néz ki. Tehát nem fog belelógni itt az ajtóba, még rá kéne tenni a többit is. Ez nagyon beteg. Csak kár, hogy szar a festés. Lehetett volna valami jó ilyen Mad Max-es festést rárakni. Viszont lehet még plusz szárnyat, és még lehet a tetejére is plusz cuccot rakni. Na, az viszont... Viszont nem olyan rossz. Hadlámik vannak itten, de egyébként. Pedig van egy minigun. Egy moddolt minigun. A fenébe, az nincs lehúzó. Az fog kelleni ide. Nem jó, faszán fog itt a tetején mutatni. Legalábbis nagyon remélem, hogy oda lehet eltenni azt a gépet.
mondja, turbofeltöltő, 2-es turbofeltöltő, DOHT turbofeltöltő, és V8-as mind. Szóval a V8-as. Hát, csak is ez. Csak is ez egyből, úgy ahogy van. UHC. Ugye bele fog ez menni. Leellenőrzöm, biztos, ami biztos. UHC, az belemegy. A bekötés az érdekesen fog kinézni szerintem. Egyből hiány van. Mi azt mondja, motorblokk. Gyújtó trafó, mehet majd a tengely. Jaj. Oké. Okay. Jöhet egyszer. Főtengely az nincs, generátor, az meg jöhet szintúl. Tartalék se belőle. Hát az igen, ezek is csak simák. Tengely az bent van. Beszélni lát, nem meg tudom venni, a többi meg már turbó lesz. Oké, azt mondja, lentkerék. Rugatja összekötő rúgdal. Oh. Nem, kéne venni. Azt hittem vettem ebből némileg plusz tartalékba egy két darabot, de nem.
A diszkumpával nincsen turbó, arra jól emlékeztem. Last night's jacket couldn't keep me that warm. It's lying there, as only as I am. And when my head gets heavy, I turn off the lights. That's where the these walls get me, yeah, I'ma be fine. Rögzítő fül, na ebből viszont nincs egy se. There's too much for me to do. I don't have to face the truth here in this mountain for you to see. In my chaos I found peace. Only safe place I can be. Turbo motorokat már nagyon rég raktam. Szóval nagyon ráálltam csak az egyszerű motoroknak a készítésére. Most örülök egy kicsit, hogy ilyet is össze kéne rakni. Gyerünk, bemegyünk a turbókhoz. Telephimbás motor ez, Jézus Isten. Na, a szelephímbákat meg mindent felrakni rá, az egy idővel fog telni. Kéne kábel. Jó. Ezek csak simák, de is turbó, ha van, van hát. Akkor lesz a motorra, nem lehet majd kilátni tőle. For real. Oh.
nagyon turbósítani akarom ezt a motorot, hogy még a takarókat is ott keresem. Még az alját fog kelleni befejezni. Everything in color, all I see is gray. Saying yes when I feel no, 'cause I'm scared that I'll get to eat. Don't buy what I need. I let people push me till I bleed, and I take the beating over my breathing. Yeah, I'm unhealthy. Everybody wants a bite of me. Everybody wants my energy. Yeah, till there's nothing really left of me. They don't wanna bite me, they don't wanna bite me. Everybody wants a bite of me. Everybody wants my energy, yeah. So there's nothing really left of me. 'Cause they don't wanna bite me, they don't wanna bite me. They're all up high, I'm on the ground. Nobody can hear me when I'm screaming loud. The weight of cold dependency pulls me down and farther from who I could be. Forget to eat, don't buy what I need. I let people push me. Annak mondjuk örülök, hogy a alkatrészek elfogytak, mert annyi volt ezekhez a motorokhoz, hogy fele is sok. Most már azért nincsen annyi belőlük. Mondjuk hozzáteszem, párszor kifosztottam elég rendesen a roncstelepet. És egyébként belemenne a másik is, hogy nézem, V8-as UHV-6P. Én beleteszem ezt a legnagyobbot. Szerintem az lesz a legjobb új így. Hó, na ez igen. El már kint van rendesen. Kell lemenni. De szarul fordult most rá. Mi azt mondja, nincs mivel dolgozni. Ez most hülyéskedik? Megvettem a cuccot. Apologize for things that you cannot stop doing. It won. Don't let me lean on you like a broken crutch. If there was one last piece of bread on the table, I'd give it to you. 'Cause the hunger don't hurt me that much. Megint nem sikerült megvenni. No, mondjuk ezt kellett volna módosítani, ezt a, ami közvetlen, hogy a motorból jön ki a kipufogó leömlő. Ezt valamilyen rövidebbre kellett volna venni, csak itt a végén kellett volna meghagyni egy ilyen pöcköt. Itten ezt kellett volna már csak meghagyni, és ezt a többit, ami jön le, ezt ki lehetett volna venni. Igazából ezt valahogy rávezetni erre az egyre, valamit összekötni. Elég faszán néz neki. Minimum ez a három darab, az biztos. Az tuti.
second guess every single interaction. Apróbb esztétikai hiba az egészben, de nem olyan vészes. Is that something we're capable of? 'Cause I can't end it like this, I can't do it. All my life I waited just a silly little kid who wouldn't give up. Stood by the door but you never came. Wondering if you were okay. All my life I waited for your love. And I'm not giving up. Jó, hát csak az abroncsok kellenek rá, na az érdekes lesz, mert... ezt hogy kéne csinálni? Hogy hátsó az lehetne off-roados, az első meg sima. Elég érdekesen fog kinézni ugye, kocsi. Meg kéne keresni, hogy hol voltak az abroncsok, akár, mert... Ő 15-ös off-roadomhoz mondjuk, van is. Csak az nem lesz jó. 2-15 az mondjuk pici. Pici lesz. Oké, két külön méret fog kelleni nekem. Elől. Hátul azt mondja, hogy 35-ös volt a... Ja nem, az a Fernie-nek a sorszáma. Kicsi, ez az első. Azt mondja, 225, 45-ös a minta, 17-es a... felni. A hátsó az pedig 275, 45, 20-os. Na ebből most mit hozunk ki? Hát csak szélesíteni kellene talán egy picit. Mert az AT az mindegyiken nulla. Milyen felni legyen rajta? Legyen ez a 23A felni. Legyen először kettő, legyen a hátsó, az azt mondja, hogy 20-as. Legyen 22, úgyis kint van. 22-es, szélességére meg tegyünk egy 5-öst. És legyen off-road a hátulja. 22-es. Igen, 35-ös, 275 volt a hátulja. Legyen inkább 40-es. Csak most találjam meg a sok között, hogy melyik volt az, ugye? Rendben, megvan. Áll az égnek. Ez az 5-ös szélesség, az elég jó.
time, good time, that's right. Oh, I lose my mind when we start kissing. Hide the bag, get in the kitchen. Neighbors call the cops, say I need fixing. But hear me out for a second. I'm sorry, I'm a shit show. Shouldn't have thrown your phone right out the window. Roll your eyes, keep acting like you're over me. But secretly, I know that's what you love about me. I'm a shit show. I'm sorry, crash your car in my stilettos. Say you're getting sick of my heart. No, not semmi. Lehetett volna még a múlt szélesebb, nyugodtan. Szerintem. De már későbbiekben át fogom esetleg alakítani max a gumikat. Szeretném meghagyni. Az első pedig, az kisebb volt. Az 17-es felnit kapott. 40-esre raktam viszont a mintát, hogy legyen már egyforma. Várjunk, legyen a fehér elől. Legyen eltérő az egész. 22-es volt a felni, 17-es, legyen 18-as. A szélességre nem teszek. Flicket kap előre. 2-18-25. Ez érdekesen fog nézni. Nem. Mondja 23-as. Your name was missing from my lips before the summer. Sidetracked 100 times, by then you were my lover. We stayed awake so long, we lost track of time. Losing ourselves in the drive. By the coast of Mexico, my comatose and friend. You hold me close when I'm feeling low, and your heart is glowing again. Okay. Hát valamire kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog menni. Már kellene tölteni először is. Illetve kellene bele még ülések és kormány is. Anélkül aztán nehéz lesz vezetni. Every room don't always feel like home. It's human nature to flee from danger if it's all the same to us. A hátsó az már lehetőleg még szélesebb, nyugodtan. Szerintem simán egy ilyen 15-20-assal is meg lehetett volna próbálkozni. Don't wanna be without, don't wanna be without, don't wanna be without you. Jó, még a motorba kell egy kis olaj. Don't wanna be without you. Megállok idővel. 2 óra 10 perc, na. Ez nem is olyan rossz.
Jó, be kell akkor állítani gyorsan itt a kerekeket. Nem volt olyan vészes. Viszont a lámpák azok már annyira nem jók, mert fényszóró. Na lássuk, mit tud akkor itt a padon. Előleg megvan minden. Nem, széket nincsenek. Verseje. Ráncos, csak is. Mit kéne rakni? Hát, jó kis barna, barna bőr, ez legyen. Kettő. Sikerült beindítani a motort. Megint mit hagytam le? Hoppá! Fixi, meg egy ventilátor. Csak bal hátsó lámpa az nem jó. Raktam az öreget. Szuper. Ó! Na de akkor miért nem mutattad te, hogy oda még kéne valami? Kérdés, hogy most ezt el fogom-e tudni ide rakni? Itt nem igen. Na, most már jó lesz. Az igen, 117 és 115 százalékos javulás, az igen. Majd rá kéne nézni akkor a házra. És 9-et nyomunk rá egyből. Mi legyen 450-re beállítom, így stabilan 456. Legyen 47, hát itten feljebb nyomom mondjuk 80-ra. Szerintem.
Oké, hát ezzel megpróbálom. Hát, meglátom, mit fog mutatni. Hol is volt a... Műhelyes? Nem, hanem ez. Na nézzük is a Porsche-t. Éppen, hogy ki lehet látni. Hát nagyon beteg. Gondoltam. Gondoltam, hogy ezek a hátsó okról kerekekkel nem nagyon fog kapadni. Jó, oké, hát ezt... kerekeket ezt mindenképpen le fog kelleni cserélni. Meg valószínűleg itt egy picit a sebváltóval is játszani fog kelleni. Nem nagyon működött ez úgy, ahogy kellene. Jól kicsapta egyből a hát. Hát ő megmarad. Magamnak egyenlőre, őt nem adom el. Egy fotót azért lövök róla. Így jó is lesz. Oké, na, a Bugattit aztán is adom rögtön. Jézus Isten, 2 millió! Hát igen, 2 milla meg is van. Ez gyorsan bejött. Mi van még a parkolómban itt, ami olyan? Üresek ezek, Fordok. Ford Bronco, Chevrolet, Nissan Skyline. Ezeket magamnak tettem félre, Opel Manta. Van itt egy-két Ford Mustang, na, Plymouth Roadrunner, 2 is van, Land Roverből is van itt még. Holden Effigy, ez is elég jól hozott. Ford F-150-es. King Ranch. Van itt egy Hudson Hornet. Nissan GT-R, erre 2 is van, azaz Liberty Volk, BN Sport. Van itt egy Aston Martin, hordolt kocsi. Azt hiszem itt volt valahol olyan, ahogy, igen, DLC kocsi, Pagani. Hát ezt most tudom... Huaria? 2017-es Pagani. Ezt be kéne hozni. Elég érdekes dolga van. Talán. Aha. Azt hiszem igen. Szerintem ezt meghagyom a következő adásra. Ezt össze meghagyom, nézzük egy roncs telepet. Hmm.
gyors roncs, tehát 2-3 kört kéne menni. Átadok még valami jó kis kocsit. Do whatever we feel like. Everything's sweeter when you realize it could all be gone before you know. Nagyon jó zenék vannak amúgy itt ebben a Twitch-es kis zenegépben. We could save our pennies thinking about tomorrow. But who said living had to start at 65? Az aukciósházat kellene kimenni. Ott is már rég voltam. Akkor lehet, hogy úgy lesz, hogy egy aukciósház, illetve még egy fészer. Lesz mind a háromból egy. Ford Bronco-ra. Visszapillantom. Volt a legjobb állapotban. Semmi érdekes eddig. Tüzelőanyag pumpa 18%, talán meg lehet javítani. We could drive till the morning, settle down by the ocean, make it up as we're going, it could all be gone before you know it, we could dance in the moonlight, Astor Martin Vantage. Alap értelmezve, hát nem baj, az sincsen még. Vásárlás, hát nagyon jó. Jöhetsz egyből. Ott is van valami. Mi lesz? Auto tutto, la Vettino. Nem, egy Lamborghini. Hurricane. LP610 per 4. Vásárlás ilyen nagyon jó, nagyon jó. Jöhetsz te is. No, ez eddig elég jó. Megvan a térkép. Még jobb. Hudson Hornet csomagtartó C. Ezt azért elhozom. You help erase that part of me, so okay. I can see that life is better on inside. And I realize. Na, én azt mondom, hogy akkor inkább csak az autókat kéne gyorsan megnézni. Mert amennyiben van még itt valahol autó. Na, itt van valami. Ezt nem hozok. Habár milyen alapértelmezet nem kell lesz. Ebből úgyis van pár darab raktáron. Na. Chieftain TVX alapértelmezet. Nem. Semmi. Luxor Bowen. Road Cruiser. Nem. Ez meg itt egy Salem GW500-as. Pikes Peak. Pikes Peak. Hát... Elég érdekes ez is. Nem tudom, ez egy alapkocsi. Hol van a motor benne, te? Nem. Ott a sorok között valami. Itt van még valami.
Vanessa Fair, Fair Lady Z, Nismo Factory, elhozom, DLC-kocsi. Hát ez elég jó kör volt, némi alkatrészt is hoztam, én nagyon gyorsan. Kéne akkor még egy aukció, meg egy fészer igazából, és szerintem úgy jó is lesz. But your mom sent one instead, 'cause you're too scared to tell her that we're through and someone else is in your place. Mondja, játékmentését gyorsan. Mert a fészer. Van még egy moddolt kocsi, amit nem adott be a játék még egyszer se. Pedig elég érdekes, mert elő az három kerek ütök. Elég érdekesen néz ki. Nem is autó, hanem egy ilyen három kerekű motorra hajaz. Egy V12-es motor van benne. Szóval teljesítmény, Explorer. Stokkár. Ki van belezve rendesen. Zondára hátsó kipufogó, az igen. Távozom, ezt meg lehet javítani. Ami van szekrény, olyan polc. Érdekes rajta. Hát itt ez a jobb oldal, ez üres. Hoppá! Indító. Hát nem nagy eresztés, azt megmondom őszintén. Túloldalt semmi, ez meg egy... Ford Truck Resto mód, ebből is van raktáron. Vásárlás, hát nem. Ez nem volt jó térkép, legalább láda meg lett. Mondjuk az a kitérítő volt, mert abból is van egy rohedli. Eltéve. Gyors mentés. Azt mondja, aukciós ház. Tehát a rosszabb állapotban lévő kocsikat kéne megnézni. Hát ha lesz köztük valami jó kis darab. Na,
e Lamborghini, Morena, Bizzarrini e il Bradarci Oldalon. Egy Ferrari 250 GT, ma nem tudom, hogy van-e. Semmi. 5 oldalra, más, oda néz. Honda City Turbo 2, azt már csak poénból is el kéne hozni. Pagani Zonda, ott van. Na, jó lesz ez, jó lesz ez. Ecos Cobra. Na. Akkor egyből így ráugrok erre. Nem hiszem, hogy olyan olcsó lesz. Hát azért elég szépen szét van kapva. Nem sok minden van benne. Hoppá, bakker. Szóval 52 000 a becsült értéke, hát amúgy. Ha jól fog hozni, akkor megéri. Hát ez egy darabig el fog tartani, míg felmenjünk odáig. 23, 24, 26 ezer, na pörög ez. 29, 30, 32. Ezer, 42, 45, 47 ezer, 50 ezer, oké, 52.400, 54, na majdnem 55. Jöhetsz a parkolóba. Oké, itt meg utolsó az semmi. Van itt még Porsche. Szállámflamú nem kell, a Volsen 2040-es nem kell, Fordból is van még. Modolt kocsi, elég viccesen néz ki. Jó, hát ez egy ilyen kartondoboz a rozsdával. Azért valami motor van benne. Van benne aksi, van már jó. Mi az a Isten akar lenni? Valami mini motor, vagy mi a... Aha, valamilyen kis motor. Hirtelen ránézem, azt hittem valami hifi rendszer van ide neki betéve, de nem ilyen kis motor. Hát 4100, gyerek, az ingyen van. 2100, 2003, 3000, szépen lassan megyünk a becsült érték felé. 3600, 4000, 4002, 4004, 4006, nyomja fel a gyerek, tudja, hogy kell nekem. 5000 alatt meg lett. Semmi, az... Van itt még egy Hudson Hornet. Nem, a Morénát meg a Lamborghinit fogom behozni. Azok is jó pénzt hoztak. Valami van itt. 13000. Hmm.
10.000, 12, 13, 14, jó, nyomja fel. 15, picit már túléltük a becsült értéket, barátom. 18, 20 alatt megvan, az se rossz. Mondjuk ez annyira nem rozsdás, legalább jók a kerekei. Én ahogy ránéztem, hirtelen az alkatrészek is zömmel elég jó állapotban vannak. Nézzük el, oda néz, elég jó. Hát a motor az elég hiányos. Na, ez egy viszonylag jó állapotban van, csak pótolni fog kelleni ugye a legtöbb cuccot. 34.000-ért szeretné a gyerek. Szerintem egy ilyen 40.000 alá jó volna, ha be tudnánk csusszanni. De nézd, csak túlment a 40-en. Ha majd kiderül, mennyit fog hozni. Pickup, nem? Ó, és itt volt még a Ferrari. Ez itt nem maradjon. Tű, egy kis jó kis retro kocsi. Legalább a motorblokk jó állapotban van, itt a rugók is. Itt a belsőt azt kiszedem. Na. Egy pótkerék egyből itt hátul. Jó állapotban van, csak pótolni fog kelleni a legtöbb cuccot. Húha! Na, de most tényleg ennyi az ára? Bakker. 1.200.000. Miről 900-an van. Most miért laggol a hossz? Oké, hát bevállalom. Gyorsan jött a pénz, gyorsan el is fog menni. Dani, mindjárt 1 milliónál ott vagyunk. Azaz. 1.200.000, 1.300.000. Oké, jó. Akkor szerintem már ennyi. 584.000, az igen. Na lássuk, én nem vagyok hozni, nem akarok semmit, csak benézek, hogy mi fán teremít neki az ajánlat. Ez a Ford Mustang RTR Unicorn, ebből van egy nekem is. Oda nézd, és itt van a Volkswagen Beetle Type 1 kis bogár, Hörbi, kétszer is ráadásul. Egy Pagani Zonda. Na mondjuk azt meg kéne nézni, ott milyen árban fut. Tehát milyen becsült ára neki, akarom megvenni. Jó volna tudni, hogy ezt költöttem arra Ferrari-ra is.
Nagyon remélem, hogy visszahozza az árát. Ezt az undát csak megnézni, hogy... Hát nem mond az olyan sokat, hogy hát ugye becsült ár alapján... Nem olyan extra. Nyitogatnást így a live végére. Egy kis scrap, egy kis bónusz pénz, következő láda, egy kis pénz, még egy láda, oké. Térkép, láda, jó leosztás. Láda, megint térkép, nagyon jó. Láda, egy kis pénz. Oké, jönnek a ládák szépen sorban. Térkép, egy kis scrap. Térkép, XP, szint, meg ott egy szintfejlődés is, nagyon jó, igazából nem sok értelme van, láda, meg egy kis pénz. Scrap meg pénz, nagyon jó, van még három láda. Tovább fog tartani kinyitni 6 ládát, mint gondoltam. Megint egy láda. Jó. Térkép. Egy kis pénz. Na, utolsó láda. XP. Rám, ennyi volt az 1, 2, 4, 5. Jó, térképből is van egy pár. Úgyhogy majd lehet fészerezni rendesen. Ezt átrakom ide. Na. 11 térkép. Az igen. Meg egy rakás motor itt a raktárban. Rendben, hát elég jó kis autókat sikerült beszerezni. Én amondó vagyok, hogy már elég is lát ennyi, és jövő héten megpróbálok összeválogatni pár ilyen érdekes darabot a garázsból, és fel lesznek újítva. Ja, picit ilyen sportosabb, de olcsóbbak lesznek, hogy némi pénzt össze tudjak szedni. Úgyhogy a jövő héten megint érszem egy Kármánik szimulátor, holnap után meg valószínűleg hirtám. Nagyon érdekes kis rombolós játék. Úgyhogy akinek bejön ez a játék, holnap után majd várom. Jó éjszakát kívánok mindenkinek. Szevasztok!